Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ebben a videóban összegyűjtöttem nektek 40 darab ajándékötletet fotósoknak, videósoknak, úgyhogy ebből majd bőven tudtok inspirálódni, hogyha karácsonyra, névnapra, szülinapra kerestek olyan ajándékot, amit valóban használ mondjuk egy fotós vagy egy videós, úgyhogy tartsatok velem. Na de kezdve az első dologgal, az egyik legolcsóbb, de mégis legpraktikusabb eszköz fotósoknak, vagy akár videósoknak, az nem más, mint a körte pumpa. Ennek a segítségével tudjuk egyszerűen eltávolítani a port az objektívünk frontlencséjéről, vagy akár a szenzort is ezzel tudjuk lefújni. A következő apróságok közé tartoznak egyszerűen a kábelek és az adapterek. Kábelekből egyszerűen HDMI kábel, ilyen USB-C kábel, vagy jack kábel, amit mikrofonba tudunk dugni, adapterekből pedig igazából a töltőadaptertől kezdve bármilyen számítógép adapter nagyon hasznos tud lenni, hiszen egyszerre sok minden eszközt akarunk bedugni a számítógépünkbe, úgyhogy ezek szinte fogyó eszközök, amiket folyamatosan használunk. A következő dolgot azt alapvetően háztartási körülmények között is elég sokat használunk, de a fotósoknak és videósoknak még több kell ebből, ami nem más, mint a tölthető elem. Ez mindig praktikus akár vakuba, mikrofonba és tényleg bármilyen eszközbe, amit mi használunk, úgyhogy ezzel nem tudtok mellé nyúlni. És ha már az elemekről és az akkumulátorról beszélünk, akkor mindenképp javaslom az extra akkumulátort a fényképezőgépünkbe. Szerintem minden fotós fog örülni plusz 1-2 aksinak, hiszen manapság ezek az új milcek azért elég rendesen eszik az aksit, és ezek olyan dolgok, amire nem feltétlen akar úgymond költeni a fotós videós, úgyhogy ha ajándékba kap ilyet, annak biztosan fog örülni. A következő ajándékötlet ezekhez a sok kis apró dolgokhoz kapcsolódik, hiszen valamiben ezeket tárolni is kell. Én ezekre használok ilyen kis szütyőket úgymond, amiben apró elemeket, aksikat, kábeleket, akár SD kártyát tudok tárolni. Ezeket simán a fotós táskámnak az egyik rekeszébe, így ahogy van, belerakom, és ha éppen egy plusz kábelre vagy akkumulátorra van szükségem, akkor tudom, hogy hova nyúljak. A következő ajándékötletet azoknak javaslom, akik filmre szeretnek fotózni, és szeretik az analóg világot, nekik a film tekercs, mint olyan, nagyon praktikus ajándék, hiszen ezek folyamatosan elfogynak, és folyamatosan kell új belőle, úgyhogy pár ezer forintért tudtok egy-egy ilyen tekercset venni, attól függően, hogy milyen márkájú, és biztos garantáltan örülni fog neki az adott személy. Akik sokat vannak a kamera körül, és dolgoznak cage-ekkel, felriggelt kamerákkal, nekik baromi jó lesz a következő ötlet, ami nem más, mint egy multi-tool, amiben van különböző imbusz kulcs és speciális kulcsok. A Small Rignek és más gyártóknak is vannak hasonló termékei, úgyhogy nekik például ez egy szuper ötlet. Ha már a cage-eknél és a kamera rignél tartunk, akkor a quick release plate-ek, tehát egy gyors csere talpak baromi hasznosak tudnak lenni bármilyen fotósnak, videósnak, hiszen ezáltal akár fel tudják rakni a kamerát egy gimbalra, és ennek segítségével egy mozdulattal le tudják venni a kamerát, hogyha pedig újra gimbal-lal szeretnének dolgozni, akkor ugyanabba a pozícióba vissza tudják rakni. Ez baromi praktikus, nem csak gimbal használat közben, hanem más szituációkban is. A következő apróságnak főleg azok fognak örülni, akik amatőr filmeket csinálnak, vlogokat csinálnak, hiszen erre tökéletes lesz a Gorillapod, ami egy ilyen háromlábú univerzális állvány, amit tudunk állítani, van rajta egy quick release plate, amivel egy pillanat alatt le tudjuk venni erről az állványról, és nagyon sok széles körben tudjuk ezt használni, és gyorsan oda tudjuk helyezni a kamerát, ahova szeretnénk. Ebből azért kamerától függően érdemes egy picit nagyobbat venni, hogy tuti elbírja az egész setupot. A következő ötletet azoknak a fotósoknak javaslom, akik szeretik az egyediséget és a kényelmet, ez pedig nem más, mint a Peak Designnak a különböző vál szíjai. Nekem is van ebből egy, iszonyatosan imádom, baromi gyorsan le tudjuk venni a kamerát a vál szíjról, egy ilyen quick release szisztemmel gyakorlatilag, és jól néz ki, gyorsan állítható a méret, úgyhogy ezeket nagyon tudom javasolni, ebből is van többfajta méret, attól függően, hogy mekkora a kameránk. A modern kamerák egyre nagyobb fájlokat generálnak, főleg videózás során, és nekünk fotósoknak és videósoknak is ehhez kell igazodnunk, különböző méretű és kapacitású, illetve gyorsaságú SD kártyával, és ez lenne a következő ajándékötlet. Ha egy ajándékötletet mondhatnék, akkor szerintem garantáltan ez lenne az, hiszen ennek biztosan minden fotós és videós örülni fog. Itt három dologra kell figyelnünk:
Kapacitás, gyorsaság és márka. Kapacitásból nyilván attól függően, hogy videózunk vagy fotózunk, fotósoknak akár elég lehet 32 GB, 64 GB, videósok esetében jó mondjuk 128 vagy a fölött. Gyorsaságban én V30-as kártyát javasolnék minimum, videósoknak érdemes akár V60-as, V90-es gyorskártyát. Márkákból pedig most már szerencsére elég sok jó és megbízható van, de ilyen például a SanDisk, a Sony, a ProGrade, a Kingston vagy akár a Lexar, ezeket mind 100%-osan tudom javasolni. Az egy dolog, hogy a jó SD kártyával biztonságosan rögzítettétek a felvételt vagy a fotót, viszont az egy másik dolog, hogy az el is jut a számítógéphez és az utómunkához, úgyhogy ebben lesz segítségetekre egy SD kártya tartó tok, ami igazából vízálló, kemény és tényleg biztonságosan tudjuk tárolni ezekben az SD kártyáinkat. Itt rengeteg típust és márkát találtok, nekem azt hiszem ez a JJC-s 24 darabos van, ebbe belefér 12 darab normál SD és 12 darab micro SD, ugye egymás alá tudjuk rakni, úgyhogy itt tényleg egyénre tudjátok szabni attól függően, hogy mire van szüksége a fotósunknak vagy videósunknak. Az utolsó apróságok témakörébe még beleraktam két tároló eszközt, az egyik egy sima SSD, a másik pedig egy HDD. Ezek tényleg végtelen mennyiségben fognak kelleni fotósoknak, főleg videósoknak. Itt ugye a külső SSD-t azoknak javaslom, akinek fontos a gyorsaság és a portabilitás. Ez például egy Samsung T5-ös SSD. Elég gyors ahhoz, hogy erről tudjunk vágni, például 4K-s anyagokat, úgyhogy ezt bátran javaslom. HDD-ből is természetesen van külső és belső, én alapvetően ezeket a külsőket szeretem, ebből is a 4 terabájtos kapacitásúakat, ide tudom menteni az adatokat, amiket például már megvágtam vagy megszerkesztettem, úgyhogy ilyen 4 terabájtos HDD-t szerintem ilyen 40 vagy 50 ezer forint között fogtok találni. Ezek mind olyan dolgok, amik fogyó eszközök és rendszeresen kellenek fotósoknak, videósoknak. Eljutottunk a következő témakörünkig, ami nem más, mint a kreatív eszközök. Ebben 5 fajta eszközt fogok bemutatni, az első pedig nem más, mint egy sima prizma. Ez is egy pár ezer forintos költség, viszont nagyon kreatívan tudjuk használni. Zenei videóklipekhez, kisfilmekhez, bulifotózáshoz, videózáshoz egy nagyon hasznos és praktikus eszköz tud lenni, és tényleg egy pár ezer forintos történetről van szó, úgyhogy ez is egy szuper kreatív lehetőség. A következő ajándékötlet egy olyan eszköz, amiből rengetegféle típus van, ez nem más, mint a különböző szűrők. Gondolok itt ND szűrőre, ami fotósoknak és videósoknak egyaránt baromi hasznos. Egyébként erről csináltam is egy videót, azt ide kattintva meg tudjátok nézni. Gondolok itt ProMist vagy Cineblum filterekre, amivel egy ilyen szoftosabb hatást tudsz elérni, illetve a hagyományos polár szűrő, amivel pedig tükröződéseket tudsz levenni, úgyhogy ezek mind olyan hasznos és praktikus kreatív eszközök, amik olykor nagyon fontosak a fotós táskában. A 16. ajándék ötletem elég nagy témakört ölel fel, ez pedig nem más, mint a lámpák. Különbözőféle LED lámpákra gondolok itt elsősorban, ez lehet sima daylight, tehát 5600 kelvines, vagy akár változtatható színhőmérsékletű, illetve lehet RGB-s LED lámpa is. Egyre több videós tartalomra van szükségünk, akár fotósként is, de főleg videósként, úgyhogy ezekhez baromi jó egy kis, akár egy ilyen kis pocket LED lámpa, vagy akár egy nagy, normál LED panel, ami nagyobb kapacitású, és amivel nagyobb tereket be tudunk világítani. A 4. ajándék ötletem a kreatív eszközök témakörében, az nem más, mint a Color Checker. Ez egy sima ilyen kis chart, amiben vannak színek, van fekete és fehér, ezáltal be tudjuk kalibrálni a színhőmérsékletet, a színeket, vagy akár a tökéletes expozíciót el tudjuk érni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos ajándék főleg videósoknak, de akár fotósoknak is, hogyha tökéletes színt szeretnék elérni. Utolsó kreatív eszköznek én a hátteret gondoltam, ami akár lehet színes, lehet papírháttér, lehet anyagból készült háttér. A lényeg, hogy ezek szuperül használhatók azoknak, akik például otthon szeretnének egy kisebb stúdiót kialakítani, vagy egyszerűen a felvétel során, a videójuk felvétele során egy jobb hátteret szeretnének maguk mögé. Elérkeztünk a következő témakörünkhöz, ami nem más, mint a produktivitás fotósoknak, videósoknak. Ebben a témakörben az első ajándék ötletem az nem más, mint egy jó ergonomikus
produktív egér. Nem egy házi kis cuki egérre gondolok, hanem egy olyan egérre, amit számítógéphez tudunk csatlakoztatni. Itt sokféle márkát és típust megtaláltok, viszont ami nekem nagyon bevált produktivitásra, vágásra, fotószerkesztésre, és amiről csináltam is külön videót, egyébként ide kattintva meg is tudjátok nézni, az nem más, mint a Logitech-től az MX Master 3S. Egyébként ennek a korábbi verziói is baromi jók. Tapasztalatból mondom, hogy ezt tényleg nagyon javaslom kifejezetten videóvágásra, vagy akár fotószerkesztésre, de univerzális produktivitásra is, úgyhogy mindenképp nézzétek meg a videót, és vegyétek meg a szeretteiteknek, hogyha tetszik az egér. Egy jó egér mellé viszont illik egy jó billentyűzet is, úgyhogy ez lenne a következő produktivitásra használt eszköz, amit tudok javasolni ajándékötletként. Ebből pedig én kifejezetten javaslom a mechanikus billentyűzeteket. Ezt sokszor gamerek szokták használni, viszont én amióta ezt a Logitech billentyűzetet használom, egyébként a videó linkje az ugyanaz, ebben a videóban ezt a két terméket mutatom be. Amióta ezt használom, baromi gyorsan tudok gépelni, és tényleg egy sokkal másabb feeling rajta gépelni, úgyhogy tényleg mindenképp javaslom bármilyen mechanikus billentyűzetet fotósoknak, videósoknak. A harmadik ajándék ötletem egy nagyon friss élményből adódik, ugyanis tegnap vásároltam meg karácsonyi ajándékként magamnak egy elektromosan állítható magasságú asztalt. Hogyha ezt megnyomom, akkor láthatjátok is, hogy ez szépen oda-vissza tud, akár álló üzemmódba is fel tud emelkedni. Ez baromi praktikus, hiszen azért mi vágók, fotószerkesztők, fotósok nagyon sokat tudunk a gép előtt görnyedni, és hogyha az asztalt fel tudjuk teljesen odáig emelni, hogy állva tudjunk rajta dolgozni, az nagyon megkönnyíti a munkánkat. Úgyhogy ez most nekem is még friss élmény, de ebben az egy napban már megszerettem teljesen, úgyhogy szerintem egy szuper ajándékötlet tud lenni. A következő ötletet is megtaláljátok a háttérbe, produktivitás témakörében. Ezek nem mások, mint a számítógép monitorok. Erről is egyébként rengeteg videóm van a YouTube csatornán, ott is tudtok nézelődni, de alapvetően itt a lényeg, hogy nagy legyen a monitor, tehát mondjuk 24 inch-től felfele, legyen jó felbontása, tehát mondjuk 1440p-től felfele, tehát mondjuk akár 1440p vagy 4K-s, illetve jó legyen a színlefedettsége. Ezek talán a legfontosabb paraméterek, de tényleg egy plusz monitornak, vagy egy olyan monitor upgrade-nek, ami mondjuk sokkal jobb minőségű, annak biztos vagyok benne, hogy minden fotós és videós örülni fog. Természetesen ezeket a monitorokat alapvetően számítógéppel vagy notebookkal használjuk, úgyhogy ez lenne a következő ajándékötletem. Akár egy kifejezetten fotószerkesztésre, videóvágásra összerakott PC egy szuper ötlet tud lenni, vagy olyan notebookok, amik direkt ezekre a célokra lettek kifejlesztve, egyébként tudok ajánlani Apple-től a MacBook Air-t, vagy akár a MacBook Pro-t, az újabb verziókat, tehát az M1-es vagy M2-es csipeket, illetve más márkáktól is találtok szuper notebookokat, amik már alkalmasok akár 4K videóvágásra és bármilyen fotószerkesztésre. Én például egy Asus ZenBookot teszteltem múltkor, ezt is a videó linkjén meg tudjátok nézni, úgyhogy itt is a határa csillagos ég. A következő nagyobb témakörünk az nem más, mint a digitális termékek, oktatóanyagok vagy ajándékutalványok. Ezzel gyakorlatilag már le is lőttem, hogy mik vannak ebben a témakörben, de nézzük meg az elsőt. Az elsőnél kifejezetten olyan digitális termékekre gondoltam, ami nagyon meg tudja gyorsítani a fotósok és videósok workflow-ját. Ilyen például lehet egy fotós preset, egy videós lookup table, vagy különféle pluginok, amit külön lehet megvásárolni a fotószerkesztő programunkhoz, vagy a videóvágó szoftverünkhöz. Itt nyilván nem hagyhatom ki a self-promót, hiszen nekem is van preset csomagom, a Meadow preset csomag, amit a linken keresztül el is tudtok élni, meg tudtok vásárolni, és ott meg is tudjátok nézni a before-after képeket, úgyhogy mindenképp csekkoljátok le. A következő ajándékötlet ebben a témakörben az nem más, mint az oktatóanyagok. Ezen belül is én most a digitális oktatóanyagokra gondolok. Ez szuper ajándék tud lenni akár kezdő fotósoknak, kezdő videósoknak, de akár olyan fotósoknak, videósoknak is, akik mondjuk egy speciális témakört szeretnének jobban megismerni. Egyébként nekem is van fotózás alapjai kurzusom, amit ugyanúgy a linken keresztül meg tudtok vásárolni, de nem feltétlen kell tőlem vásárolni természetesen. Jancsó Gerinek vannak nagyon szuper oktatóanyagai, és még egy csomó más fotósnak, úgyhogy mindenképp nézzetek szét a piacon. A harmadik ötletem ebben a témakörben az nem más, mint a szoftverek. Lehet, hogy sokan nem gondoltok erre, de hát nyilván a fotósoknak és a videósoknak szükségük van szoftverre is.
vágószoftverre, fotószerkesztő programra, ezek mind egy baromi jó ajándékötletek tudnak lenni. Csak hogy soroljak párat, az Adobe-nak vannak különböző csomag előfizetései, a DaVinci vágóprogram egy nagyon-nagyon szuper, egyébként ingyenes program, de hogyha szeretnétek a Pro verziót, akkor azt meg tudjátok vásárolni, és a Final Cut-nak azt most nem tudom, hogy az előfizetéses vagy egyszeri vásárlás, de azt hiszem egyszeri vásárlás, és azt is meg tudjátok vásárolni akár ajándékba. Az utolsó kettő ötlet ebben a témakörben, az pedig az ajándék utalványok témakörébe tartozik. Az egyik ilyen a workshop ajándék utalványok, tehát hogyha tudjátok, hogy az adott fotós vagy videós már nagyon régóta szeretne elmenni egy általa kedvelt fotósnak vagy videósnak a workshopjára, akkor ez egy szuper ajándék tud lenni. Illetve a másik ajándék utalvány ötlet, az pedig a stúdió bérlés, ugyanis egy csomó helyen tudsz venni ajándék utalványba stúdió bérlést. Ez szuper lehet például azoknak a kezdő fotósoknak, akik szeretnének egy picit tapasztalatot gyűjteni a stúdió fotózás terén, ki szeretnének próbálni dolgokat, de akár a profiknak is, hogyha nekik is van valami konkrét stúdió fotós elképzelésük. Eljutottunk az utolsó és talán a legnagyobb ajándék ötlet témaköréhez, ami nem más, mint a nagyobb fotós kiegészítők. Itt lesznek drágább eszközök, lesznek kevésbé drágább eszközök, de főként olyanok, amik mondjuk egy adott dolog, egy adott kiegészítő. Az első ötletem, ami szerintem ebben a témakörben az egyik legjobb, az nem más, mint egy fotós táska. Egy fotós táska az minden fotós életében egy nagyon fontos pont. Itt is vannak kisebbek, nagyobbak, hátizsákok, oldaltáskák, úgyhogy választhatok olyat, amilyen a fotósunknak vagy a videósunknak a kedvére való. A második ajándék ötlet ebben a témakörben főleg videósoknak, de szerintem fotósoknak is kedvez. Ez nem más, mint egy külső monitor. Most nem számítógép monitorra gondolok, hanem egy kontroll monitorra, ami mondjuk 5,5 incses, vagy mondjuk 7 incses, és amivel nagyobban látjuk azt a képet, amit alkotni fogunk. A következő eszköz főleg fotósoknak lesz hasznos, sőt, igazából videósoknak szerintem egyáltalán nem lesz hasznos, de mire gondolok? A rendszervakura gondolok. A rendszervakú ez egy szuper ajándék ötlet, nem is olyan elképesztően drága, tényleg ilyen 20-tól 40 ezer forintig is már találtok jó rendszervakukat, például a Godox márkától. Baromi hasznos tud lenni belső terek megvilágításához, rendezvényfotózáshoz, bulifotózáshoz, úgyhogy ez is egy szuper ötlet szerintem. Úgy látszik, itt véletlenül egy ilyet, egy olyat írtam fel, hiszen a következő az megint csak videósoknak lesz nagyon hasznos, ami nem más, mint egy sima mikrofon. Gondolok itt puska mikrofonra, vezeték nélküli lav mikrofonra, vagy akár podcast mikrofonra. Hogy itt mit ajánlok, alapvetően a Rode-nak szerintem szuper árérték arányú eszközei vannak. Puska mikrofonra például a Rode VideoMic Go 2-es verzió, vagy akár, hogyha picit olcsóbban nézelődünk, akkor a Rode VideoMic Pro, illetve lav mikrofon és vezeték nélküli mikrofon esetén a Rode Wireless Go 2 mikrofon, az egy szuper rendszer szerintem, én is egyébként a közeljövőben biztosan be fogok egy olyat szerezni. Egy következő dolog, amire tapasztalatom szerint semmelyik fotós és videós nem szán elég pénzt, pedig nagyon-nagyon fontos eszköz, az nem más, mint egy jó masszív strapabíró állvány. Nagyon-nagyon rossz nézni, amikor egy több milliós, nagyon komoly kamera setupot raknak egy nagyon gagyi, vékony állványra, úgyhogy mindenféleképpen ez egy szuper ajándék ötlet szerintem. Itt, amit érdemes nézni, az szerintem a Manfrotto, a Benro vagy a Settler, ezek mind szuper márkák. Fotósoknak inkább valami gömbfejes vagy 3D-s fejjel, illetve videósoknak pedig inkább valami fluid fejes verzióval javaslom. A következő ajándék ötletet végül is a produktivitás témakörébe is belerakhattam volna, ez pedig nem más, mint egy jó fejhallgató vagy egy jó fülhallgató. Ez mind fotósoknak, mind videósoknak szerintem egy szuper ötlet. Fotósok akár közben tudnak jó zenéket hallgatni, miközben szerkesztik a képeket, videósoknak pedig természetesen a hang is egy vele járója a munkájuknak, ezért az nagyon fontos, hogy azt jó minőségben hallják. Korábban beszéltünk ugye már a filmes fotózásról és az analóg technikáról. Akik ezt szeretik, azoknak például egy nagyon-nagyon remek ötlet az nem más, mint egy filmes kamera, amit egyébként főleg használtan fogtok tudni megtalálni, akár Marketplace-en, Jófogáson, tényleg bárhol, ezeket mind javaslom, hiszen tényleg 10.000 forinttól szerintem ilyen 50.000 forintig nagyon jó kis ilyen 35 mm-es kamerákat tudtok vásárolni. És ha maradunk a filmes, illetve retro vonalon,
akkor egy nagyon jó és hasznos eszköz tud lenni szerintem a Polaroid kamera. Ugye manapság az Instax márka gyártja ezeket a kamerákat, amik széles körben elérhetőek. Ezek is szerintem ilyen 20-tól egészen 80 ezer forintig megtalálhatóak a piacon. Nagyon vicces tud lenni, hogyha használjuk őket akár ilyen családi bulikon, utazásokkor, vagy bármilyen bulin, úgyhogy szerintem ez is egy szuper ajándékötlet. És akkor kezdünk elérni a magasabb árkategóriájú ajándékokhoz, de ilyen például egy gimbal, vagy bármilyen stabilizációs eszköznek a vásárlása, mint ajándék. Ez is alapvetően egészen a kezdő amatőr videósoktól a full profi filmesekig egy hasznos ajándék tud lenni. Itt ami márkák főleg szóba jöhetnek, az főleg a DJI és a Zhiyun, de ezek között még van egy csomó más gyártó, ami ugyanúgy gimbal gyárt. A következő nagyobb értékű ajándék vásárlása ebben a témakörben az nem más, mint a drón. Egyre inkább elterjedtebb kezd lenni videósok körében, de egyébként fotósok körében is egyre populárisabb. Ennek köszönhető viszont, hogy egyre olcsóbbak is ezek a termékek. Itt alapvetően főleg a DJI termékei között és termékpalettáján nézelődnék. Természetesen újonnan nagyon sok lehetőségünk van, de érdemes a használt piacot is megnézni, mert tök jó állapotú drónokat lehet fele vagy harmad annyiért venni. Talán a legalapvetőbb fotós vagy videós kiegészítő viszont nem más, mint az objektív. Objektívből is rengeteg mennyiségű, minőségű, márkájú és árkategóriájú típus van. Ehhez egyébként nyújt segítséget az én YouTube csatornám is, ahol rengeteg minden videót találsz ebben a témakörben, ami ehhez segítséget nyújt. És természetesen a legutolsó ajándékötletem fotósoknak, videósoknak az nem más, mint maga a fényképezőgép vagy kamera. Itt is millióféle típust, márkát, árkategóriát fogsz találni, ehhez is egyébként nagy segítséget nyújt a YouTube csatornám. Én alapvetően mindenképpen az új rendszerben gondolkoznék, tehát egy tükör nélküli rendszerben, Miltz nevű rendszerben, hiszen a jövő az mindenféleképpen erre vezet, viszont hogyha akár használtan szeretnél fényképezőgépet vásárolni szerettednek, akkor mindenképp megnéznék egy használt DSLR-t, ami tényleg akár már 50 ezer forinttól, de ilyen 100 ezer forint környékén biztosan fogsz találni, és amin tökéletesen meg lehet tanulni akár fotózni, videózni. Úgyhogy alapvetően ez lett volna az a 40 ajándék ötletem, amit kifejezetten fotósoknak és videósoknak szánok. Remélem, hogy sikerült belőle inspirálódni, és legalább egy-két ötletet sikerült elcsípni. Egyébként igyekszem minden termékre, amiről beszéltünk, linket berakni a leírásban, úgyhogy remélem, hogy ez is segít majd nektek. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban. Szokás szerint, hogyha tetszett vagy hasznosnak találtátok, akkor mindenképp jelezzétek nekem ezt egy like formájában, osszátok meg a videót ismerőseitekkel, hát ha segít nekik is, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy le ne maradjatok a további hasonló tartalmakról. Találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!